Köszöntöm nézőinket! Szépkor című magazinunk idei utolsó műsorát látják. A 2017-es év sem telt tétlenül, hiszen stábunkkal rengeteg helyen jártunk itt a városban. Köszöntöttünk szépkorúakat, úgy, mint gyémánt diplomásokat, jártunk zarándoklaton, bemutatkoztak a parádiékrek, de voltunk szalonnasütésen is a Pentelei Nyugdíjas Klubban. Tekintsék meg Szépkor című magazinunk 2017. évi összefoglalóját. Örökzöld slágerekkel köszöntötték Krasznai Endrét és Csontos Istvánt, a két gyémánt diplomás pedagógust, akik 60 évvel ezelőtt vették át tanári oklevelüket. A diplomások közül kevés olyan ember van, aki olyan régóta ismeri Pista bácsit, mint én, ugyanis 1966. szeptember 1-jében a Szórek Márton iskolában ő lett az igazgató. Én pedig megkezdtem a 7. osztályosok kihívásokkal teli évét. Én például nagyon örültem, hogy így új igazgató lett, mert a régi igazgató mindig kisszőlősinek szólított, és azt azért eléggé untam. A bónusz az volt, hogy Pista bácsi lett a fizika tanárunk. Ebből a tárgyból nem tudtam kiragyogni, de azért szorgalmasan tanultam. Mi lehet az oka, hogy küzdöttem? Most már tudom, hogy az, hogy érdekesen tanított, sok kísérletet mutatott be, magyarázatai érthetőek voltak. Megbecsülte tanítványait. Nem féltünk kérdezni, tudtuk, hogy megpróbálja más megvilágításban is elmagyarázni a problémát, hogy eljussunk a megértéshez. Mindig arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel minél jobban felkeltse tanítványai figyelmét és érdeklődését. Színesen, élvezetesen tanított. Tudtam, hogy jó helyem lesz ott, ahol Csontos István az igazgató. Nem csalódtam. Igazán jó vezető volt. Úgy irányított, hogy nem éreztem kényszernek a feladatokat, amivel megbízott. Rendkívüli büszkeséggel töltött el, amikor megkért, hogy ismertessem a mai megfogalmazással élve egy jó gyakorlatomat az egész tantestület előtt. Nem azt nézte, hogy ki hány éves, hanem hogy milyen teljesítmény nyújt. Olyan vezető volt, aki megértette a beosztott kollégák problémáját, hiszen a legtöbben anyák is voltak, s tudta, több helyen kell helytállniuk. Ő maga is szülő. Nagy szeretettel nevelte feleségével, Zsókával közösen két lányát, Katit és Évát. A lányok jártak velük a nyári táborokban, s ott ifi vezetőként segítették szülei munkáját. Nagyra becsültem benne, hogy bátran fordulhattunk hozzá ötleteinkkel, kikérte a véleményünket. Nem vonult el irodája elefántcsontornyába, ott volt velünk. Ajtaja mindig nyitva áll pedagógus és szülő előtt. Vállalta a szülőkkel való konfrontációt is, megvédte pedagógus társait. Tudta, hogy volt olyan is, hogy a jóságával vissza is éltek, de bízni akart az emberekben, s csak a jót feltételezte. Fáradhatatlanul dolgozott tanítványai személyiség formálásában. Szakmai munkájában igényes volt önmagával szemben. Pista bácsi halkszagú, mosolygós, kiegyenlített. Itt pedig már egy volt kollégája méltatja a nyugalmazott iskolai igazgatót, Csontos Istvánt, aki a visszaemlékezés szerint elhivatott, tenni akaró tanárember volt. Pista bácsi szerint egy jó pedagógus bár sokat követel és olykor megszid, de feltétel nélkül szeret és elfogad. Hát olyan felemelő, hogy itt éppen mondtam a kedves kollégáknak, hogy én nem ilyen vagyok, amilyen sok jót itt elmondtak rólam. Hát, na, most ez azt jelenti, hogy valójában nagyon boldog vagyok, és nagyon szép volt ez a kedves ünnepség, és úgy érzem, hogy minden pedagógusnak kijár egy ilyen köszöntés, mert megérdemlik, azt mondom. Követel magától is, a gyerektől is, és amikor kell, akkor megsimogatja. Amikor kell, akkor megszídja.
de úgy szídja meg, hogy benne legyen a szeretet. És ez nagyon fontos. És ezt minden kezdő kollégámnak úgy ajánlom, hogy nagyon fontolja meg, mikor erre pályára, mert itt a gyerekeket nagyon kell szeretni. Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Én ezt követtem. És nem bántam meg azokat a szép szavakat, amikor még tanárképző főiskolán Budapesten Öveges József szavait idézem, hogy kedves kollégám, úgy tanítson, hogy az is megértse, aki nagyot hall. Ne hangosan, kedvesen és szépen mondjál, és többször is mondjál, ha nem érti. Hát ilyen egy jó pedagógus, azt mondom. Pedagógusnak lenni hivatás, szolgálat. És Karaszmai Endre, ezt komolyan gondoltam. Kedves Bandi bácsi, mikor pedagógussá lettél, jól tudtad, hogy nem fognak megkísérteni a léhagazdagság jellemtorzító árnyai. Anyagi jólétel nem jár ez a pálya. Ez nem volt másképp a 60-as években, s úgy tűnik utána sem. De ad valami jóval többet az anyagi biztonságnál. Emberek sokaságának életére lettél hatással. Diákok százai emlékeznek történelmi anekdotáidra, logikus okfejtéseidre, kirándulásaidra, szakköreid jó hangulatára, nyugodt, végiggondolt szavaidra. Jó szívvel gondolnak vissza mindarra, amit úgy hívnak egyéniség. Mert azokra a tanáraikra emlékszünk, és Karaszmai Endre is ilyen pedagógus, akik hatottak ránk. Tanított és nevelt 46 évig. Azért tudott eredményesen nevelni, mert volt meggyőződése, hitt, és magacsul, rendületlenül ma is hisz elvekben, eszményekben, amelyekhez tartja is magát. Számára nem túlzás ezt állítani, a tanítás volt az élet. Nem hivatalnok tanár volt, aki 7:30-ra jár, és 2:00-kor már haza siet. Imádta a munkáját, ezért is nem fáradt bele. Van egy gyönyörű szó, névtanító. Az én szememben az az igazi névtanító, aki helyt áll a szakma minden területén. Zsibongó, túlzsúfolt napköziben, vagy tantárgyait szerető szaktanárként, osztályfőnökként. És mindezt örömmel, könnyed derűvel teszi. Ért a vagány, csibész gyerekek nyelvén, de észreveszi, ösztönzi a tehetséget is. Krasznai Endre, a nyugodt, végig gondolt szavú tanár azt mondta, ma már nem, de volt idő, amikor annyira hiányzott számára a gyermekzsiva és az iskolai környezet, hogy még a csengő hangja is fájdalmat okozott számára. Most már nem, most már kiöregettem, de nagyon sokáig. Annyira hiányzott, hogy a régi iskolám közelében lakom, ha megszólalt az iskola csengő, becsuktam az ablakot, mert egyszerűen fájt. Hogy én otthon, az iskola megamott. Sajnos elsősorban azt jelentette, hogy megöregettem. Ugyanakkor ez a kedves megható ünnepély, a találkozás a régi kollégákkal, az mégiscsak meghitté és nagyon szépé tette ezt a mai napot. Milyen egy jó pedagógus, mit gondol erről? Elsősorban szeretni kell a gyerekeket. Másodszorban hinni kell a hivatásban, harmadsorban pedig, ha az ember elfárad, akkor is csinálni kell, mert a gyerekek nem tehetnek arról, hogy én éppen milyen állapotban vagyok. És milyen a jó vezető? A jó vezetőnek tudnia kell azt, hogy a pedagógusok milyen munkát végeznek, minek vannak kitéve, és kellő empátiával kell, hogy rendelkezzenek, ugyanakkor kell, hogy legyen valamiféle mérce, ami szükséges ahhoz, hogy ne csak pedagógusként, hanem tantestületként is jól működjenek a kollégák. Beszéltem róla, hogy annak idején a Vasvári iskola úgy a 60-as évek közepétől a 70-es évek végéig
úgy gondolom, hogy az ország egyik legjobb iskolája volt. Beszéltem arról, hogy a végén az igazgatómmal ugyan összekülönböztünk, de azt megelőzően tulajdonképpen minden lehetőségem megvolt arra, hogy a vágyaim, és én teli voltam mindenféle ötlettel, hogy azokat meg tudjam valósítani. Ezért talán azokra az időkre emlékszem vissza a legszívesebben. Hogy aki most a pedagógusi pályára készül, annak mit tanácsol? Számoljon a pálya nehézségeivel, de ha igazán szereti a gyerekeket, akkor vállalja el, és tegyen meg mindent, hogy megvalósíthassa az elképzeléseit. A nyugalmazott iskolai igazgatók végül átvehették Gyémánc diplomájukat. Az ünnepség közös visszaemlékezéssel és pohárköszöntővel zárult. Kislányom, hogy egy mini hegedű hever az asztalon. A Dunapentalén élő legendás Parádi Ikrek házában járunk, ahol a jó hangulat, a zene szó és a hangszer sokasság és félesség nem meglepő. Parádi György és Parádi László valódi ősi család sarjai. Molnár Ferenc hajós kapitány ők nagyapájuk gyermeke volt például a híres pentelei Molnár János festőművész, akiről városunkban a mai napig megemlékezünk. Az Úriszabó édesapa és az árvaként nevelkedett, majd kalaposként dolgozó édesanyja gyermekeiként 1946-ban született Ikrek életében a zene a kezdetektől fogva kiemelt szerepet játszott, annál is inkább, hiszen a szülők közül az édesapa operett énekesként és színjátszóként bontogatta szárnyait. Míg egyikük ifjúságától kezdve csak és kizárólag a zenével foglalkozott, addig másikuk gépészmérnöki diplomát szerzett. 46. április 22-én születtünk, én voltam az első gyermek, 5 perc előbb születtem, mint a testvérem, és akkor a nővérim segített, ott a neveltek benne egyszer, aztán nagyon nagy öröm volt édesapám, nagyon jó szülők, nagyon jó emberek voltak, olyan ágyunk volt, hogy egy válaszfal volt, és akkor néztük egymásra, Laci mindig azt mondta, hogy csecsegő jó, ki akarta nyomni a szememet, de és akkor szóval itt az elkezdődött a városban itt az építkezés, nem volt munka lehetőség, nem lehetett maszek, és apám elment a fölkotró vállalat volt akkor, és akkor édesanyám is kénytelen volt munkába állni, aztán ő egy röltex üzletbe, aztán apám bekerült az üzletház, ahogy átadtak, ő lett a konfekciósztály vezetője, és akkor kijártak a városba, és akkor szegények voltunk, szépen éltünk, de nagyon, és ezen a helyen itt telepettünk meg, itt a déd nagyapám mindenki, tehát szegényen, de nagyon boldogságban éltünk. És akkor itt végeztük az általános iskolát, és akkor így géplakatosként végeztünk. Tehát eddig simán végig, minden osztályon végig mentünk. Mikor itt végeztünk, akkor elmentünk még katonának, mert egyszer vittek bennünket katonát, helyezkedtünk a vasművel dolgozni, és 64-ben bevonultunk Ercsibe egy alakulathoz, és tudták, hogy zenészek vagyunk, ott egyből kihasználták a lehetőséget. Ugyanúgy harci kiképzelő minden részt vettünk, csak hétvégeken a tisztiklubban játszottunk. És onnantól sok fotó van, onnan kezdődött a zenész életünk, és 2 év után leszereltünk, akkor Laci ügyesebb volt, ő tangoharmonikázott, már járt lakodalomba zenészekkel. Utána én dobot vettem, hát, és akkor én is ki, tehát később ráálltunk erre szórakoztató zenész. Ide-oda jártunk, és akkor a Laci a zenei életbe kamatoztatta a tehetségét, ő zeneileg képezte magát, aztán ott én meg tovább tanultam, elvégeztem a gépipari technikumot 4 évet, utána 3 év műszaki főiskolán gyártástechnológus, és Hegeszt üzemmérnöki képesítést is nyertem, és mindig magasabb beosztásba kerültem, több lett a pénzem, és 60 éves koromban műszaki igazgató helyettesként mentem nyugdíjba, és elég jó nyugdíjat kaptam, és édesapám halálakor 83 után édesanyja, ezt így egy romos házat, ezt én lebontattam, és ide építettem ezt a házat, saját tervezésű is. Anyukámnak itt volt szoba, minden. Uh-huh. És akkor itt laknak most a lányomék,
meg nagyon szép körülmények között lakunk. És a Laci a zenepályafutáson folytatta, nagyon szereti kapukánk is, jól énekeltünk, kaptunk szájharmonikát, sikerül átment, és akkor a papa, édesapám vett nekem egy harmonikát, és akkor ahhoz én tanultam is meg hozzá az elméletet, meg stb., és akkor azzal megkezdtünk a játékot, de természetesen zenélek, én képeztem magam, tehát a forrásmunkát, a zene elméletet, stb., és akkor mire a Honvédségre kerültük, akkor én már Fehérváron akkor megcsináltam az OSK vizsgát, zongorából vizsgáztam manuális hangszerekbe, és akkor úgy is játszottam kint a seregbe a Gyurival. Az ikerpár között szakmájuk után további eltérés például az a bizonyos 5 perc, amelyből adódóan Parádi György az idősebb. Idézőjeles öccse a tudomány által oly sokat emlegetett összhangról és megérzésekről is beszélt. Az ikerélet emellett persze számtalan vicces szituációt is szült. Az ikeréletnek olyan különlegességek vannak, amit a pszichológok sok meg is erősítenek, hogy van egy úgynevezett megérzés. Van ennek latin kifejezése is, hogy számtalanszor előfordult az életünk során, hogy külön éltünk bár, de egyszerre, egy időben gondoltuk, hogy találkozunk, mert én is ide nősültem, tehát, és egyforma ruhába találkoztunk útközben, ugyanazzal az indulat. Vagy például a telefonálásán, mai napig úgy van, hogy megérzem, hogy telefon közelben vagyok, el tudom venni. Katonaságnál együtt voltunk, mindenhol, nem is választottak el külön, egy rajba, úgyhogy tulajdonképpen a házasságunk során, én előbb megnősültem, érdekes volt, hogy én már 3 éves házas voltam, összetévesztettek a templomba, Gyurinak gratuláltam. Édesapám, mivel segédek voltak, és azon gyerekként játszottunk itt az apukám műhelyébe, és ugye azért mondom, az akupunktúra, még a szabó volt rengeteg, sok tű volt, és akkor a segédjei is ott voltak a papának, Gyurival szurkáltuk egymást nagy tűbe. Azt szóltak a segédik, hogy akkor én voltam, megpróbáltam, hogy meddig megy. Azt rászoltak, hogy nem szabad. Tehát tulajdonképpen én voltam a rosszabb gyerek, mert hát csintevő. Hintát is meséld el. Ja, például a hintá, hogy hátul hintázott a Gyuri, hogy szolgálatkő édesanyámnak szót fogadott rendesen, vigyázott a ruhájára, még mindig koszos voltam, meg rossz. Hát hintázott a Gyuri hátul, én meg hátul fölmásztam a gerendákra, és egy késsel szépen, ahogy a hinta ment, kötélt váltam, egyszer csak pont elő volt, kiesett hanyat, nem kapta a levegőt, úgy leütött, hát nem gondoltam, nem volt semmi következménye, csak nem tudott levegőt venni. Tehát ez egy rosszabb gyerek voltam, de ezért volt az, hogy mikor ő véletlenül rosszat csinált, akkor is engem vertek meg, mert tulajdonképpen én tőlem telett ki. Ketten együtt összesen 7 hangszeren játszanak, plusz énekelnek, és gyakorlatilag bármilyen hangnemben, bármilyen stílusban képesek zenélni. Ilyen zenészeknek mindent kellett ismerni, operettet, tánczenét. Az a szerencse, mikor volt a Tánzal Fesztivál, már mikor megjelentek, már csináltuk is a lakodalomba azokat a számokat, mert egyidősek vagyunk a Szörényéke, meg stb. Aztán akkor így is sikeresen. És akkor a zenélés, akárhogy dolgoztunk bárhol, azt megcsináltuk, mentünk a lakodalomba, a rendezvényekre, és most az utóbbi időben, hogy már ismertebbek lettünk, így kaptunk különböző megrendeléseket. És szerencsére olyasmit, hogy nekem volt szerencsém arra, hogy kaptam Németországban is rendes szerződést, kim voltam bárzongoristaként, kint voltam Németországban, egy külön Bajorországban, ami egy nagyon jó iskola volt. Tehát mi úgy kagyloztuk a zenét, azt mondják a romák, nem kottában lehallgat, tehát a fülhallás alapján játszottuk a számokat. De adottság is kell. Meg gyakorlás. Gyakorlás nagyon. És mi akkor csinált? Meg volt az a, hogy mondjuk ki tudtuk szipkázni azokat a számokat, tényleg ami jó lett. Ez kialakult bennünk egy minőségi állapot, aztán akkor meg tudtuk választani. Nagyon sok számot, rengeteget kellett ismerni, nagyon sokat. És akkor kik lejöttek énekesek, és azok is örültek, hogy megkísértük őket. Tehát sok örömük volt a zenébe.
sűrű volt az életünk, mert dolgoztunk mellett, családot alapítottunk, gyerekeink lettek, a családot ellátottuk tisztességgel, és akkor én is tényleg elmondhatom, hogy amellett, hogy éjszaka rajzoltam, műszaki rajzokat anyukám, csak csodálkozott, hogy sokat kellett műszak megszámolni, minden, és akkor szombatonként is sokszor megjöttünk a munkába, és akkor mentünk lakodalomba. És itt volt egy szomszéd bácsi, és mindig négykor gyakoroltunk a folyosón. Bilu. És azt mondja, mindig négykor eteti a disznókat, mert jobban eszik a moslékot a disznók, mert nem biztos, hogy kapcsolatban volt, ment a csimbubsze. Még a kutyámat is megtanítottam, volt egy vizsla kutyám, igaz a Charlie, az a szájharmonikán a vadnyugat volt a száma, és akkor ide bejött, föltette a lábát a székre, és én játszottam, az megnyomta, az állatorvos halára rögte magát, hogy a kutya énekel, és akkor, hogy azok is, mondom, karcolta a fülét valamiért, de nagyon szerettem muzsikát. És amikor countryt játszottam, akkor vakantott, mikor a húzni kellett, akkor megtolta. Nem elég, ha van adottsága valakinek. Olyan pontosan be kell tenni, majd a Gyuri megmutassa, beköti a szemem, anélkül se eljátszom a Brahms 5. magyar tánc. Majd megmutatom. És nekem is olyan szájharmonika gyűjteményem van Németországban. Ő szájharmonikázik. Nekem ez sok lehetőséget adott, hogy én ugye a zeneelméletet én fölépítem, ugyanaz vonatkozik a gitár, ugyanis kromatikus rendszer szerint mennek az akkordok, a bal kézni, a quint kör van, stb. Ezek zeneelméleti dolgok. 1965-ben OSK vizsgát tettem Fehérváron, megkaptam zongorára, és akkor az kellett a munkahelyem, mert vendéglátós voltam, az volt a működési engedélye. Ezek a felvételek pedig pár héttel ezelőtt készültek a Magyar Úti Klubházban. A Parádi Ikrek ugyanis tagjai a Pentelei Nyugdíjas Klubnak, hiszen a zene mellett másik szívügyük a hagyományok őrzése és ápolása. Parádi György nem olyan régóta már a Pentelei Hagyományőrző Egyesület elnökeként tevékenykedik. Akkor a Szabó Tamás felkeresett engem, hogy hát régi is penteleiek vagytok, hogy nagyon voltak más elnökségi tagok, de aztán hogy megkért, hogy tapasztalatod van, azt vegyük át, és örömmel átvett. Volt, azt akarták, hogy Pentelei legyen, Pentelei lakos, hogy ők is vannak, ismerték anyukánkat. Tehát ez is kötődés volt, és akkor hát azért ügyesen megszerveztük a dolgokat. Most már Tamás is gyengül nagyon, az most már én rendezem a mostani bulikat, csináltam már Pentelen, meg a Szent István napot is, meg sok mindent. És jól esik ezek az embereknek egy kicsit enni, inni, szalonnál sütni, táncolni, tapossák aztán. A kis öröm, mi összejönnek, beszélgetek, főleg hölgyek vannak zömében, de azért még egy-két. Tehát addig még élünk, hogy mondjam, szeretnénk csinálni, és úgy szervezni, hogy jó legyen, beviszünk fiatalokat is. A Parádi Ikrek életének talán egyik legszebb állomása volt, hogy 2015-ben átvehették a Prokultúra Intercizé díjat. Azért olyan szempontból nagyon meglepetés volt, mert mi vagyunk az első zenészek, akik így megkaptuk ezt a dolgot. Ugye ennek az a múltja, hogy hát rengetegen ismernek így a zenén keresztül bennünket, hát volt, tudják azt, hogy van tartalma mellette, és a másik soha nem törekedtünk ilyen díjra, ezt mi a népszerűségekkel hoztuk, és akkor hát nagyon megörültük, hogy megkaptuk, és akkor hát rá is szolgálunk. Természetesen nagy örömet jelent, hogy hát szorgalom, tehetség, meg a sok szeretet, itt a rengeteg aláírás, meg mind a kismernek bennünk, hogy örömet szereztünk az embernek, egy kis boldogság ment a szívükbe, mert ez kell. Az ikerpár mindennapjai ma már leginkább pályafutásuk dokumentálásával és unokázással telnek. Thank you.
Parádi László a kedvünkért végül bekötött szemmel is bizonyította a zenei tudását, amelyben persze nem csak hogy stábunk, de senki sem csalódhat. Az ikerpár több mint 50 éve zenél együtt, és a mai napig, ha úgy tartja kedvük, kedvenc hangszerükhöz kapnak, és akár a nyugdíjas klubban, akár lakodalomban is rázendítenek. A vendégek nem kis örömére. A Szent Pantaleimon napi zarándoklat résztvevői érkeznek a Dunaújvárosi Rácz templomhoz. Ez ugyanis a végállomása az immáron második alkalommal megrendezett, mintegy 42 kilométeres zarándokútnak, amely Belojannisból indult. Az úton körülbelül 28-an vettek részt. Kalota József atya, aki most jelenleg betegállományban van, ő már többször keresett 3 évvel ezelőtt is, meg a tavalyi év folyamán is, hogy mennek erre a zarándok útra, és hogy a érkezéskor, hogy mutassam meg nekik a templomot, nyissa meg, és az előkészületek során, meg a megbeszélések során felkeltette az érdeklődésemet. És hát gyerekkoromban már hallottam, hogy létezett itt a görög monostor, és ennek tiszteletére én is a Belojannisi görög templomból elindultam a zarándok úton. Hosszú és fárasztó. Hát sajnos voltak olyan szakaszok, ahol eléggé köves, meg egyenletlen út szakasz volt. A zarándokút részleteit és miértjeit a szervezők ismertették. Belojannisból indultunk, Dunaújvárosba a Komkikötőhöz érkeztünk, majd azt követően ide a Rácz templomhoz, és a zarándoklat Szent Pantaleimon emlékére zajlott, aki orvos vértanú volt, és az ő emlékére gyalogoltunk ide Dunaújvárosba. Belojannisból azért indultunk, mert a görög-keleti egyház volt, aki kezdeményezte ezt az orvosvértanú emlékére való zarándoklatot, és ide Dunaújvárosba azért érkeztünk, mert Pentele, ugye, Duna Pentele védőszentje, és neve ugye hordozza ennek a védőszentnek a nevét, és itt a Pentele Egyesület karolta fel Dunaújvárosban ezt a zarándoklatot, és az ő szervezésükben és a görög-keleti és a görög-katolikus egyház szervezésében zajlott ez a zarándokút. Ez a második ilyen zarándoklat volt, gyalogos zarándoklat. Tavaly 14-15-en jöttünk végig az úton, az idén pedig már 28-an. Tehát én azt gondolom, hogy évről évre talán majd emelkedik a létszám, akik vállalkoznak erre a közel 40 kilométeres egynapos útra. Mi lesz jövőre? Leülünk majd a szervezőkkel, tanulságokat megbeszéljük, és szeretnénk, hogyha jövőre még többen csatlakoznának hozzánk. Nem vallási célú az összejövetel, tehát senkit nem kérdezünk meg arról, hogy melyik felekezethez tartozik, vagy egyáltalán hívő-e. Tehát ez egy kihívásnak is nagyon jó, hogy az ember egy kicsit rákészül fizikailag, és megméri magát, hogy le tud-e egy nap 40 kilométert gyalogolni. Igyekeztünk előzetesen felkészülni, ruházattal, és arra figyeltünk, hogy folyamatosan megfelelő folyadékot, mennyiségű folyadékot fogyasszunk, étkeztünk is, többször megálltunk feltölteni magunkat e tekintetben, és hát nem jöttünk gyorsan, tehát ez egy meghitt, békés út volt igazából, és nem teljesítménytúra nem mértük az időt, de nagyon ügyes volt a csoport, én nagyon örültem, hogy ilyen masszív társak jöttek össze, és nagyon szépen végigjöttünk mindannyian. Szerintem épp az, hogy a magunkba fordulás az egész évet, minden egyes zarándoklat, vagy az addigi utunkat megpróbálja lezárni, vagy értékelni, és ebben hogy léphetnénk előre. Ugye erre való egy nap, amikor csak ennek szenteled magad. Aki pedig hívő, igazán hívő, ugye az pedig a Jézusba és Istenbe vetett hitét próbálja meg igazolni. Itt van egy társaság, aki vonul, természetesen beszélgetnek, ugye énekelnek, nem kötelező, de szent, úgymond szent szózatokat énekelnek, és ez is hozzájárul egy bizonyos megtisztuláshoz. Majd vannak állomáshelyek, ahol a papok,
ugye például a Kovács István, a görög keleti, a görög katolikus pap is mond imádságot. Ez több helyen van, és ugye ez a záró itt a Szerb Ortodox templomban. Teljesen rendben alakult az zarándoklat, nagyon szépen, imádságos lélekben ment vegyvet mindenki rész benne, úgyhogy akik itt voltak, azok közül sokan mondták, hogy jövőre is jönnének. Hát az út során, ugye, akik itt vannak, kikapcsolódnak a hétköznapi életnek a nyüzsgéséből, forgásából, és hát az imádságokon keresztül, illetve hát őszintén szóval a lelki beszélgetéseken keresztül is megvalósul ez a dolog. Hajdanán, itt Dunapentele határában volt egy monostor, ahol apácák, ortodox apácák éltek, és a török időkben ők vértanú halált haltak. Kalota József atya pár évvel ezelőtt elhatározta, hogy az emlékükre zarándoklatot szervez, és ezzel ráirányítja a figyelmet Dunaújváros elődjének, Dunapentelének a hosszú időre visszamutató múltjára. Viszonylag sokan voltak itt, népszerűbbé tulajdonképpen nem kell tenni, aki úgy gondolja, hogy eljön, azt nagyon nagy szeretettel várjuk. Múlt évben is nagyon sokan voltak, most is itt vannak, nem kell százakat, ezreket elképzelni, jelen pillanatban is körülbelül 30-valahányan voltunk jelen az út legnagyobb részében, itt nem a számok a lényegek. Ezek pedig már az emlékszertartás pillanatai, amelyet a pentelei monostor vértanúinak emlékére Sólyom András, szerb ortodox diakónus és Dalibor Milenkovics, szerb ortodox parókus közösen végeztek. József atya, a görög-keleti egyház vikáriusa kezdeményezte még 4 évvel ezelőtt, amelynek fővédnökei közt szerepel többek között Galambos Dénes országgyűlési képviselő, Cserna Gábor Dunaújváros polgármestere és Papa Alexis Kostas Beloyannis polgármestere is. És hogy az ő életüket adták Krisztusért. Ropogósra sül éppen a Mangalica szalonna a Magyar Úti Klubház udvarán felállított tárcsákon. A Pentele Nyugdíjas Klub tagjai ugyanis egy jó hangulatú szalonna sütésre invitálták egymást. A szalonna sütős délutánra nem csak szalonnával érkeztek a tagok, előkerült a kolbász és a virsli is, amihez még kenyeret is pirítottak. Nagy szeretettel jövünk ide, mert tulajdonképpen nem is a szalonna sütés a lényeg, hanem egybe legyünk egy kicsit, és legyen mivel elfoglalni magunkat. És otthon nem sütünk szalonnát, de itt, amikor sütünk, az nagyon jól esik, és az nagyon finom. Van, aki szalonnát nem tudja megenni, az a végén kenyeret pirittat a zsírba magának, és azt teszi. A régi szalonna sütések, hogy volt valamikor régen, mint volt, hogy kezdődött. Hát elejében még csak egy páran sütöttek, mert hát mindenki nem akart szalonnát sütni, de ez már nagyon-nagyon régen volt. És akkor nagyon sok fiú volt még, és egybe gyűltünk itt, és akkor volt még éneklés, táncoltunk is akkor. Most is van egy olyan valaki, aki tud harmonikázni, ha akarunk, akkor lehet táncolni is, egy kicsit énekelni, egy kicsit szórakozni. Vizet az milyen dolog, küli napja van. Végül a finom, ropogós, sült szalonna titkára is fényderült. Hát az a jó szalonna, ami nem vizes, nem fröcsög, hanem zsír jön belőle, mikor sül, nem a víz fröcsög ki belőle. Beírdalásra is oda kell figyelni, meg főleg arra, hogy ne hirtelen legyen sütve, hanem szép lassan, és akkor nem szárad ki, hanem megpirul és megsül lényegében. Ne égjen meg, és ropogós legyen, meg attól függ, hogy milyen a szalonna. Mert például, ami ilyen érett disznóból van, nagyból, azt nagyon kevés ideig kell sütni, mert azt sütik először, mert abból jön a zsír. És a többi, ami húsos szalonna, azt pedig később,
a fiúk sütik meg. Hát igazság szerint, ami egy kicsit húsos, az a jó. És a jó füstölt, ugye, mert sokszor hoznak itt a hölgyek, meg az urak ilyen, hogy mondjam, császárszalonnát, ami hogy vizes, ugye, most az például itt tárcsa nem jó sütni, mert nagyon patog benne a víz. Mert vizes, ugye az ott már meg van főzze lesz, és az már nem az igazi. Meg hát a jó kis mangalica, ami jó vastag, mert ami nagyon vékony, az ugye nem tud az ember mit sütni belőle ki, mert ugye az nem az igazi. És azért jó ez a tárcsán való sütés, mert itten a szabadban van, ugye több szalonna sül abba a zsírba, mert a városba vagy akárhol sül az ember, ugye ott tele van az egész lakásra füstel, meg minden itt, meg elmegy, és itt jó. És akkor nagyon érzik magukat a hölgyek, az idősebbek és a fiatalabbak is, akik lejönnek a klubba. Na, nagyon szeretem, mert én is szoktam otthon sütni. Magyarul grillezni, ugye, az is nagyon jó. Na, az egy kicsit bonyolultabb, ezzel jobb, mert gyorsabb, mert ugye itt mindenki, most a jutér éri végez, akkor mindenki jönne gyorsan, ott sütjük neki, de hát azért, hogy gyorsan nem megy, ugye. Ottan meg még lassabban kell, mert ugye ottan a meleg adja azért, és akkor forgatjuk körbe, ugye. De az egy más zamatos, mert ugye a faszínnel van, meg minden, ugye az egészen más. Úgyhogy de minket szoktuk meg, mert ez itt nem gyorsabb, amikor vagyunk 25-en, 30-en, 50-en, attól függ, hogy jön össze, ugye, akkor az idő. De nagyon jók ezek a sütések. Németné Naszvadi Julianna, a klub elnöke azt mondta, ezek az alkalmak közösség összekovácsoló erővel bírnak. Minden évben több alkalommal van szalonna sütés, ugyanis nagyon szeretik a szalonnát, de úgy magába, mint egy-két ember leül reggelizni, úgy nem jó. Ez a közösség, itt közösségben sütni, nagyon finom, vagy nagyon szeretik, élvezik, örömmel eszik, emlegetik. Még el sem múlik, de már mondják, mikor lesz a szalonnasütés. Tehát igen, nagyon szeretik, és hát amíg lehet, megadjuk a kedvüket. Sűrűn van. Egy évben több, 5-6 alkalommal is van, és hát tetszik látni, hogy sorba állnak, várják, mikor kerülök sorba, dugdossák oda, hogy én, úgyhogy öröm a számukra is. Én is boldog vagyok, ha adhatok nekik, és tehát jó érzik magukat. Azért vagyok, hogy örömet szerezzek nekik. A tagok a friss sült szalonnát végül a klubház rendezvénytermében közösen fogyasztották el, kenyérrel, paprikával, hagymával és paradicsommal. Tartsanak velünk jövőre is, friss műsorral 2018. január 3-án szerdán jelentkezünk. Viszontlátásra!